államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, engedje meg, hogy megköszönjem a tegnapi bohóckodáshoz képest meglehetősen mérsékelt felszólalását, ami engedje meg, hogy elmondjam, én is meghallgattam önt, ez számomra neveltetési kérdés is, remélem, hogy ön számára is. Ami Oroszországot illeti, én távol tartom magam attól, hogy bárkit is pincsi kutyázzak, de nem önök voltak azok, akik egy olyan képviselőt küldtek Brüsszelbe, aki Oroszországnak kémkedett, és minek utána ez kiderült, bennhagyták a pozíciójában, és elmulasztották azt, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot arról, hogy ez pontosan miért is történt. Ön mutogatja az 5 évet, igen, addig hagyták a helyén, így van. De hogy a témát is érintsem, számunkra június 16-a Szabad Magyarország és a Nemzeti Önrendelkezés ünnepe, de azt is gondoljuk, hogy a rendszerváltás minden erénye mellett számos adósságot is hátrahagyott. Ön is utalt egzisztenciális kérdésekre, ezért engedje meg, hogy én is megtegyem, mert a legfontosabb ilyen rendezetlen adósság az nagyon sokáig a munka kérdése volt. Néhány év alatt 1,5 millió magyar ember vesztett el a munkáját, és sajnos 2010-ig vékony volt az esély arra, hogy ezeket a munkahelyeket maradéktalanul visszaszerezzük, és ez a kormány 2010-ben azt vállalta, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahely lesz Magyarországon, és 2019-ben több mint 800 ezer új munkahelynél tartunk. De azt is gondoljuk egyébként, gondoltuk, hogy a rendszerváltás az nem lehet teljes az új alapok lerakása nélkül. Ön is emlékezhet arra, tisztelt képviselőasszony, hogy 1989-ben egy magát ideiglenesnek mondó, átmenetinek szánt, de évtizedekig hatályban maradt alkotmány született. Ezért az egyik legfontosabb feladat volt az, hogy a magyar emberek által adott felhatalmazással élve új alaptörvényt fogadjunk el. Ez egy nemzeti, keresztény értékekre építő, büszke alaptörvény. Ennek pedig az egyik legfontosabb újítása, azért hozom ide ezt, mert ön is említette a megélhetési kérdéseket, az egyik legfontosabb újítás az, hogy adósságféket épített be a mindenkori kormányok számára. Azért is fontos ez, mert 1990-ben az első szabadon választott parlament óriási államadósságot hagyott hátra. Mindemellett sikerült az állami vagyont is növelni. A rendszerváltás követő évtized egyik fő bűne, hogy olyan stratégiai ágazatokat és bagóért magánosítottak, amelyek nélkül a magyar önrendelkezés nem lehet teljes. Eladták az erőműveink jó részét, eladták a lakossági közműszolgáltatókat, a média jó részét, a bankokat és a kiskereskedelmi láncokat is. Jó részt külföldieknek és jó részt áron alul, de azért néhány vállalat jutott a Gyurcsány apró klánnak is. Összehasonlításképp mondom, tisztelt képviselőasszony, hogy ehhez képest a magyar állam 2010-től 2017-ig 70%-kal gyarapította a vagyonát. És hogyha már megélhetés, akkor a rendszerváltás egy másik adósságát is hagy említsen meg. Az állandósult megszorítások sajnos túlélték a szocializmust, és az MSZP-SZDSZ kormányok fő politikai eszközei voltak. Ez gyakorlatban a bérek alacsonyan tartását és a családok sanyargatását jelentette. Ehhez képest 2010 óta megszorítás szó kikopott a szótárból, a nettó átlag kereset pedig 77%-kal nőtt, miközben az otthonteremtési, illetve családtámogatási program is bővül. Természetesen, tisztelt képviselő asszony, nem gondoljuk azt, hogy elég, ahol tartunk, további lépésekre és további munkára van szükség. Na most ebben a munkában, tisztelt képviselő asszony, önök is segíthetnének, de nem teszik. Ehhez összefognak az Utód párttal, összefognak Gyurcsány Ferenccel, meg persze az SZDSZ aktuális, sok pont nullás verziójával. Ezt teszik önök. Tették mindezt, és teszik mindezt pár jelöltségért, vagy úgy is mondhatnám, hogy egy sokadik oldal kocsiért a roncsderbin. Ez jól mutatja egyébként a Jobbik állapotát. És még egy dologra szeretnék utalni, önök itt tegnap a KDNP-n próbáltak viccelődni. Csak szeretném elmondani, hadd mondjam el önnek, hogy például Rétvári képviselő úr, aki a KDNP képviselője, tavaly a választókerületében arányaiban 8-szor akkora támogatást kapott, mint önök május 26-án. 8-szor annyit. Ennyi. Úgyhogy tisztelt képviselő asszony, Tisztelt képviselő asszony, az emberek döntöttek
a Jobbik SZDSZ-t idéző politikai piruettjeiről, elmondták, hogy mi a véleményük arról, hogy a Jobbik összeáll azokkal a szocialistákkal, akik, ha tehették volna, meg is akadályozták volna a rendszerváltozást. Szóval egy szép reményű nemzeti pártból egy sokadik szocialista oldalkocsi lettek. Nem szép történet. Köszönöm, hogy meghallgattak.